Jelenlegi Tiszapüspökiben egy nagy kiterjedésű szarmata telepet és a hozzátartozó temetőt tárjuk fel. Egy telepásatáson, és nem csak a szarmatáknál, hanem minden korban és minden népességnél a leletanyag legnagyobb részét a kerámia alkotja. Az összetört kerámia darabokat kidobták a szemétgödrökbe, ezzel a törmelékkel töltötték fel a már nem használt gödröket és házakat, és nagyon ritkán épedények is kerülnek elő a tárolóvermek aljáról, illetve a házak padlójáról. Most szeretnék néhány ilyen épedényt bemutatni, elsősorban ezeket a kézzel formált fazekakat, bögréket, kis poharakat, illetve van itt egy fedő is, amely a fazekak lefedésére szolgált. A legegyszerűbb főzőedényeket, tálalóedényeket minden szarmata telepen, helyben egy helyi fazekas készítette. A kerámia másik csoportja a szarmatáknál egy nagyon jellegzetes, már korongon készült, szürkére égett edény, amelyből tárolóedények, nagy hombárok, fazekak és félgömb alakú tálak és csészék készültek. Ezekből a töredékekből, amelyek a telepen előkerülnek, a restaurátorok türelmes munkával próbálják meg összeragasztani az összeillő darabokat, illetve aztán majd kiegészíteni és rekonstruálni az eredeti formát. Itt egy kis füles korsó darabot láthatunk, az épedények viszont, amik előkerültek, az épedények azok a szarmata temetőnek a sírjaiban maradtak meg, ugyanis a szarmaták, akik csontvázasan temetkeztek, a halott lábához tették az ételital melléklet adásra szolgáló edényeket. Ezek általában ilyen kisebb fajta kis csészék voltak, poharak, bögrék, ezekből mindig csak egyet tettek a halott lábához. A kerámia másik csoportja a téglaszínű edények. Ezek a téglaszínű edények a római kori díszkerámiának, importedényeknek az utánzataként készültek. Ezek a római kori importedények az úgynevezett teraszigilláták, melyeket a szomszédos Pannóniából hoztak ide, és ezeknek, és ilyen épp teraszigilláta edény kettő is került elő a jelenleg az ásatáson a szarmata temetőből. Itt látható egy dombolmű díszes, illetve egy díszítetlen töredék. Ezek a Damjanich János Múzeumnak jelenleg az egyetlen, illetve ez a két darab a szigillátotája, más egyelőre még nincsen, és ez is most egy ásatáson jött elő. Az utánzat a római edények közül például utánozták a római üvegpoharakat. Ez a kis pohár, amit itt láthatunk, harmadik-negyedik századi késő római üvegpohárnak az utánzata. Római edény még, ez az úgynevezett galléros peremütál. Ez egy nagyon jellegzetes, belül kavicsozott edény, amelyet a rómaiak dörstálnak neveztek, és mozsárként használtak, fűszerek összetörésére, szószok, stb. Készítésére használták. Ezt is utánozták a szarmatát, csak már nincs benne kavicsozás, mert hiszen más volt az étkezési kultúrájuk, másokat ettek, viszont elég értékesnek tartották ahhoz, hogy átfúrják, és ebbe a fúrásokba drótot fűztek, és az összetört edényt ezzel javították. A kerámián kívül még egyéb ékszerek és egyéb tárgyak is maradtak a szarmata sírokba, bár a sírok nagy részét kirabolták. Ezek korabeli rablások voltak, az értékesebb tárgyakat elvitték, de szerencsére az általuk jelentéktelennek ítélt tárgyakból is azért következtetni tudunk a szarmaták viseletére, mind a női, mind a férfi sírokban. A női sírokban a legtöbb, ami leggyakrabban előkerül, ezek a gyöngyök. A szarmaták nem csak a nyakukba viseltek nyakláncot, hanem a ruhájukat is gyöngyökkel varták ki. A ruhának a nyakkivágását, ujját, alját, sőt a bőszáru nadrágot a bokáján összefogó textilszallagot is gyöngyökkel varták ki. Tehát nagyon sok és nagyon változatos gyöngyöt találunk a szarmata sírokba. Ezen kívül különböző ékszerek kerülnek még elő. Például bent szokták hagyni a rablók a ruhakapcsoló tüket, az úgynevezett fibulákat is. Ezeket a fibulákat a szarmatanők általában a mellkason középen viselték, tehát egy ilyen előzáródó felső ruhájuk volt. Néha a vállon tűzték meg, de ez általában a férfi köpenyekre jellemző, hogy a vállon volt a fibula.
A fibulák között találunk teljesen egyszerű kis bronz aláhajtott lábú, illetve számszerű fibulákat, de nagyon jellegzetesek a zománcberakásos korongfibulák, amelyek ugyancsak importként érkeztek a római kori Pannonia közvetítésével a Rajna vidékről, ugye a II.-III. század fordulóján. Az ékszerek közül még találunk a sírokban karpereceket, nyakpereceket, egy esetben gyűrű is volt. A férfi sírokban nincsenek ékszerek, itt általában vastárgyak kerülnek elő, vasszerszámok, például itt egy vaskés látható, bár nagyon rossz állapotban, szóval ezeket azért restaurálás előtt nehéz bemutatni, fenőköveket, vasárakat találunk, illetve a női sírokban még vannak az úgynevezett orsógombok, melyeket a szövésvonásnál használtak. Mind a telep, mind a temető a II. Század elejétől a IV. Század végéig élt, és addig használták. A IV. Század végén, V. század elején már egy idegen, valószínűleg germán népesség is csatlakozott az itt élő szarmatákhoz. Ezt onnan tudjuk, hogy az egyik gödörből előkerült egy kis ívelt hátú csontfésű, rajta pontkörös díszítéssel, és ez már a germán viseletre jellemző, illetve a szarmata gödrökbe beletemetkeztek olyan idegen népek, akik már nem használták azokat gödörként, hanem temetkezésre, és itt látható egy ilyen kis kerekövcsat, amely már a hunkori viseletnek a része az V. század közepén.